miért engedi a teremtő azt, hogy az ellenség uralkodjon a világon, és az történjen, ami történik a világban, mindaz a halál, szenvedés, betegség, éhezés, és a többi. És a válasz egyszerű, amikor az ember megérti azt, hogy mi is az igazság, és mi is az az út, amit a teremtő kijelölt számunkra. Hiszen ennek az ellenkezője az, amin az emberiség jár, és a legtöbb ember engedetlen, és semmiféle alázatot nem tanúsít. Ennek az eredménye az, ami történik a világban. A legtöbb ember elhitte azt a hazugságot, hogy a teremtő mindenkit szeret és elfogad olyannak, amilyen, ami pontosan az ellenkezője annak, ami tulajdonképpen a valóság. A teremtő nem fogad el senkit olyannak, amilyen. Lehet, hogy szereti, azonban biztos, hogy nem fogadja el. Leírta azt, hogy mik azok a feltételek, amelyekkel elfogad bárkit is. Ezt megtalálhatjátok a 66 kanonizált írásban, melyet a Bibliának hívnak, és ebben ez le van írva. Aki hajlandó tanulmányozni, elfogadni, hinni, alázat és engedelmességgel járni, a keskeny úton a szűk kapuhoz, az fog eljutni oda, ahova mindenki el akar jutni. A többi ember azonban a széles úton fog botladozni, és a végén a tágas kapun fog belépni. Hiszen az ellenségnek nincsenek szabályai. Ő mindenkit elfogad olyannak, amilyen. Ő nem szeret senkit, csak azt mondja, hogy szeret, és elfogad mindenkit, hiszen a lényeg az, hogy olyanok legyünk, mint ő. Engedetlenek és büszkék, és mindazok, ami a test kívánalmai. Ez az, ami az ő útját jelenti. A teremtő pedig azt mondta, hogy aki hajlandó járni az ő általa kijelölt utat, azt védelmezni fogja és eljuttatja oda, amikor mindörökké vele lehet majd a végén. Azonban ehhez nap-nap után járni kell ezt az utat. Aki a másik utat választja, az pedig annak az útnak a hatalmassága, vagyis Istene, aki nem más, mint az ellenség, a satán, fogja megjutalmazni, és az a jutalom úgy néz ki, ahogy a világ ma kinéz. Ahol gyilkosság van, hazugság van, szenvedés van, pusztulás van, halál, mindenhol. Hiszen mi ezt az utat választottuk. A teremtő nem hagyott magunkra, mi egyszerűen csak ezt az utat választottuk. Ezen az úton akarunk járni, törvénytelenül akarunk élni. Engedetlenül, büszkén, és minden hogyan, ahogy az ellenség szeretné, és a teremtő, amit elítél. Ezért elfordult a világtól, és engedi azt, hogy azok az emberek, akik a másik utat választják, azok vállalják és szenvedjék annak következményeit. A világ így néz ki, amikor az ember elfordul a teremtőtől. Nem azért, mert a teremtő így bünteti, hanem egyszerűen engedi, hogy az ember annak a következményeit szenvedje, amit választott. Ha mi ellenszegülünk, és egy másik utat választunk, és mindent annak ellenére teszünk, amit ő megparancsolt, akkor ő úgy van vele, hogy akkor nyugodtan járjátok ezt az utat, és akkor ez az út így fog kinézni. Ennek ellenére mindenki őt hibáztatja, holott ő megmondta, hogy mi az az elvárás, amit ő támaszt az emberekkel szemben, és mi a következménye annak, ha nem úgy él az ember, ami le van írva világosan, az emberek arra sem veszik a fáradtságot, hogy elolvassák azt. A világ így néz ki, amikor az ember elfordul a parancsolatoktól és az instrukcióktól. Úgyhogy igazából csak és kizárólag magától oltja a világ azért, mert nincs levegő, nincs víz, nincs élelem, és az egyik hoax a másikat követi, és lassan az ember nem mehet ki az utcára anélkül, hogy ne igazoltatnák. És ez még igazából nem is annyira borzasztó itt, mint a legtöbb helyen a világon. Meg amilyen lesz hamarosan mindenhol. Miért? Azért, mert a világ ezt az utat választotta, hogy törvénytelenül akar élni, és majd ő megszabja a szabályokat, hogy hogyan fog élni ezen a helyen. Úgy is felfoghatnánk, mintha az ellenség lenne a teremtő kezében a büntetésnek a végrehajtója. Hiszen vagy ezt az utat járja az ember, vagy azt az utat. Amennyiben azt az utat választja, amit a világ jár, annak ezek a következményei. A teremtő egyszerűen hagyja, hogy az ellenség káoszt teremtsen. Míg azok az emberek, akik hajlandók járni az utat, azok így is, úgy is el lesznek. Hiszen ez az ígér. Úgyhogy ezért néz ki úgy a világ, ahogy ezért hagyja, hogy az ellenség azt csinálja, amit. Minél törvénytelenebb a világ, minél inkább lázad, minél inkább elfordul tőle, ő annál inkább eltávolodik és elfordul a világtól. És hagyja, hogy rendben, akkor ha ezt az utat választottátok, járjátok ezt az utat, ez az út így néz ki. És érdekes az, hogy minél kaotikusabb a helyzet, az emberek annál inkább szídják a teremtőt. Annak ellenére, hogy ő megmondta, hogy hogy kell élni, mit kell tenni ahhoz, hogy hosszú életünk legyen, és nagyszerű életünk legyen. Azonban mi a másik oldalt választottuk. És a jelek és a szimbólumok ott vannak mindenhol, hogy tudassák az emberekkel, azonban túlságosan elfoglaltak lettünk, és nem tudjuk már ezeket megfejteni, és nincs időnk semmire. Úgyhogy ez az, amiért az ellenség káoszt tud teremteni a világban. Ez az oka annak, hogy halál van, szenvedés van, és mindaz, ami a világban uralkodik. Hiszen mi elfordultunk a teremtőtől, így ő is elfordult tőle, mert nem szeret mindenkit, és nem fogad el mindenkit feltétel nélkül. És ő ezt nem nézi jó szemmel, és nem örül annak, hogy ez van a világon, azonban mindennek ő következetes. És nekünk is annak kellene lenni. Amennyiben mi döntéseket hozunk, vállalnunk kellene annak a következményeit, anélkül, hogy mi másokat hibáztatnánk azért. Az ellenség természetesen nincs tudtában annak, hogy őt felhasználja a teremtő erre a célra. Ő egyszerűen csak lázad, ő ezt képviseli, ő minden az ellentétje annak, ami a teremtő maga. Ő egy lázadó, aki nem hajlandó törvényeket követ. Ő nem szeret senkit, és ő nem is akar elfogadni senkit. Ő azt akarja, hogy mindenki ugyanolyan lázadó legyen, mint ő. Hogy az egész világ lázadjon együtt vele a teremtő szabályai ellen. És ez az, amit most látunk, és az emberek még mindig nem értik. Egyre inkább haladunk afelé a világ felé, amikor az egész világ elfordul azoktól az instrukcióktól, melyeket a teremtő azért adott, hogy nekünk itt hosszú és boldog életünk legyen. Mert a másik hatalmasságot követjük. Mert annak az ígérete egyszerű. És ott nincsenek szabályok, ott mindenki azt csinál, amit akar. Azonban annak is megvannak a következmények. Úgyhogy röviden, legalábbis remélem, hogy ez a rövid. Ez az oka annak, hogy az ellenség ezt csinálhatja a világon, amit csinál. Ő a büntetésnek az eszköze. Ő az ostor a teremtő kezében. Ő is megkapja a büntetését, mint ahogy az összes többi a végén. Sőt, ő kapja meg leginkább, hiszen mindenki megkapja a büntetését a cselekedetei alapján. Úgyhogy én azt javaslom mindenkinek, hogy próbálja meg levetkőzni azt a büszkeséget, amit a világtól átvett, és kezdjen el járni az úton, a keskeny úton, a szűk kapu felé, és akkor rá fog jönni az igazságra. Annál nagyszerűbb dolog pedig nincsen, mikor az ember tudja az igazságot, és érti a valóságot. Még akkor is, hogyha ez egy relatíve magányos út a másikhoz képest. De legalább a jó helyre vezet. Mindenkinek a legjobbakat és halleluja!